Kihagyták a döntésekből, projektekből a dombóvári vállalkozókat az elmúlt években. Minden őket érintő fontosabb kérdésről a fejük fölött döntöttek, így például az adónemek bevezetéséről is. Ezzel indokolták a Dombóvári Vállalkozói Egyesület tagjai megalakulásuk létjogosultságát. A városvezetésben beállt, tavaly októberi változást követően határozták el, hogy létrehozzák a helyi gazdasági szereplők körét. Az a céljuk, hogy a helyben megvalósuló projektekből, beruházásokból jobban kivegyék a részüket, és fejleszék a várost, mondta az alakuló ülésen Papp Zoltán elnök. Ha megkérdeznek tőlünk valamit, akkor mi tudjuk képviselni a vállalkozói réteget, el tudjuk mondani aznak az álláspontját, és ezzel úgy gondoljuk, pozitív irányba tudjuk befolyásolni a városi döntéseket és határozatokat. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere azt emelte ki, ideje volt, hogy párbeszéd induljon a városvezetés és a vállalkozói kör között. Több beruházásnál, fejlesztésnél számítanak majd a munkájukra, és minden információt megadnak számukra. 2018-ban a Tüskei Ipari Park cím elnyerésért megtett minden dombál is meg is nyerték a címet. Ez a terület pillanatnyilag még infrastruktúrális fejlesztés előtt áll. Ezzel kapcsolatosan a pályázat elkészült. Megítélésem szerint a közeljövőben ez pozitív elbírás alá fog esni. Több mint 300 millió forintért tudunk infrastruktúrát fejleszteni. Ez azt gondolom nem csak azoknak jelent majd nagy előrelépést, akik ott vannak, hanem ezzel új vállalkozásokat is tudunk Dombóvárra hozni. Az alakuló ülésen Süli János tárca nélküli miniszter is részt vett, aki a paksi atomerőmű bővítés kapcsán felmerülő lehetőségekről beszélt. Kifejtette, jövő szeptemberben kapják meg az engedélyt a főépület megépítésére, de több mint 80 épületet kell addig is kialakítaniuk. Ezek zöme acélszerkezetű létesítmény, és mivel Dombóváron hagyománya van az acéliparnak, szerkezetépítésnek, így a munkával a dombóvári vállalkozók is ki tudják venni a részüket. A tendereket az orosz fél írja ki. Fővállalkozó felel tulajdonképpen mindenért, de neki is az a célja, hogy a 40% magyar beszállítás arányba, ott minél több magyar vállalkozót vonjon be ezen épületek építésébe, akkor szerez tapasztalatot, kialakított közös céget a magyar cégekkel, és akkor így hosszú távon is együtt tudnak működni. A Dombóvári Vállalkozói Egyesület megalakulását követően egy zárt ülés vette kezdetét, ahol a további célokat, terveket vették sorra a megjelentek.